Sziasztok, Marika vagyok. Zappájhez sült sütőtökös, ami fagyasztott volt sütőtök. Kenyér fog készülni. A zappájhát már este beáztattam, betettem a hűtőbe, és akkor reggel elkészítettem, és akkor beledobtam a 150 g fagyasztott sütőtököt. Ezt így néz ki, látjátok? Még egy kicsit langyos. A zappájhely az 30 g volt, és 225 g vizet adtam hozzá, és így csücsült a hűtőbe. Ja. És akkor lesz öreg tészta, 300 g, az esti meg a ma reggeli eldobandó, vagy felhasználható, vagy eldobandó, kovász, az 60 g. 63 vagy 64, valahogy így, szóval 60 g. Az öreg tészta 300, azt mondtam. Van egy kenyérliszt, 8 fajta liszt van. Nem tudom melyik milyen, most csak elmondom, mik vannak itt. Ez biztos, hogy rétes. Akkor van extra sütő, ez biztos az. Ez finom liszt, na hát is tudom is őket. Ez meg fehér tönköly. Ez teljes kiősi tönkölybuza. Ez zabliszt, ez fehér rozs. Na, a só az 22 g. A víz pedig 395 g, de nem szeretném mit beletenni, mert ezt a kenyeret már elkészítettem, és annyira hígra csináltam. Már mondtam az egyik videómba. Hát ez nagyon sokan fog fölkerülni, de mondtam az egyik videómba, hogy elcsesztem egy kenyeret. Azért már rengeteg vizet raktam, és ugyanez volt, ugye ez a zappájhás sült sütőtökös, úgyhogy esszük, de csak addig, míg ezen nem készül. Na, megszitálom a liszteket, hozzáadom ezt a zappájhás sült sütőtököt, a kovászt, a vizet csinnyával, és kikevertetem a géppel. Egy olyan 3-4 percig kevertetem. Egyszer 3 percig dagasztotta a gép, ezt a tálat vizeztem, ugye ezért a műanyagba, azért rakom a műanyagba, mert ez meg fog vele telleni. Most így először ilyen sziromhajtást csinálok. Ugye az első 3 perc után hozzáadtam a sót, úgyhogy várjátok, összesen mennyi víz ment bele? Na, ezelőtt meg beleraktam 600-ot, és nem ilyen volt, hanem, ó, mind a víz ellen volt. Ezért megsütöttem, de hát két napig esszük, aztán szárítom le. Már le is szárítottam az egyiket, úgyhogy na, kicsipek belőle egy pici darabot a gombócnak. Vizet ide se raktam, de már itt van, tegnap oda készítettem. Nájlomba húzom, a nájlomba spriccelek vizet, és már spricceltem vizet, aztán hát most elég kemény lett a tészta, úgyhogy 40 percenként fogom hajtogatni. Most biztos, hogy jó lesz a kenyér. Meg olyan speckó keleszkőt csináltam, majd megmutatom. Volt itthon olyan anyagom, amiből tudtam, ketten a férjemmel összeállítottunk egy keleszkőt. Hát most olyan tökéletes kenyérnek kell lenni, mert ugye egyik kenyeremben mondtam, szerintem az ezelőttiben, hogy a keresztővel is baj van, mert ugye most ilyen nagy edényt vettem, jószorosra a gombócot ennél a kenyérnél, de a zsíros tésztáknál azért vigyázzatok, mert szétment egyik gombócom a zserbónál, ugye, mert azt is jól megnyomtam. No. Aztán ami ezelőtt volt, na vettem egy ilyen sütőedényt, összebeszélek mindent. Egy sütőedényt, hát nem tudom, hány literes 10. Aztán ugye a régi, amivel eddig használtam, az a kacsasütő, az a plé, azt abban meg keresztettem, kibéleltem, láttátok, szépen kibéleltem, aztán tudtam benne kereszteni, de ugye a kenyér az mégiscsak ilyen egyenes lett. Úgyhogy nem
nem tudom, hát attól-e, vagy mitől-e, de egyszer az egyik csoportban egy hölgy mondta, hogy az is számít, hogy ha egyenesen van kereszve, akkor nem olyan jó. Hát ugye ehhez tartottam mindig magamat, hogy fölfelé legyen egy kis réksége, mert ugye a tetején állam majd az alja lesz. Aztán, hogy igaz-e, nem-e, hát itt kísérletezgetni kéne, hogy az ember mindenre rájöjjön, de hát azért így is meg vagyok bolondulva, hát én nem állandóan kísérletezgetek a kenyerekkel. Ha valami igen jól sikerül, akkor 5-6-szor 10-szer megsütöm, utána már megint elkezdek kísérletezgetni, ez is most az. Ilyet még nem csináltam, hogy zappályhás is, meg sütőtökös is. Nem még szórhattam volna bele csillamagot, meg ezt, azt, tamaszt. Még előfordult, hogy lamináláskor megszórom valamivel. Tudjátok, milyen vagyok. Na, majd jövök. Megmutatom a keresztőmet is. Na, mit szóltok? Speckó keresztő. Látjátok? Hát volt itthon ilyen, hát tudom honnan származik, de azt nem mondom, amelyitek tudja, az úgyis akkor jól van, ha tudjátok. Na, itt összekapcsoltam, meg itt összekapcsoltam, aztán vágtam neki alját, bevogdaltam, és akkor férjemnek van ilyen olvasztós ragasztója, és akkor azzal ide killódtuk, megtörtem először. Ez ilyen vastag műanyag. Itt a férjem rakott ilyen vasalatot, ilyen hosszan, ez tökéletes, a ruha nem, ahhoz az kellene egy ilyen bordázott, de majd ha látok, veszek. Hát remélem, hogy ez most sokáig kitart, majd csinálok egy kisebbet, de rengeteget kilódtam ám vele, mire én ezt megterveztem, papírból megcsináltam, és akkor ugye ezzel a műanyag, ezzel a vastag, látjátok, milyen erős. Műanyagból megcsináltuk, hát na, megszenvedtem vele. Kibéreltem még egy külön nylonnal a ruha alatt, hogy ugye, hát ha a ragasztó átmegy a ruhán, nem olvadna föl, az nem, csak mégis ki tudja, mit kucsált ki magából. Szóval ki van még a ruha alatt bérelve. És akkor rizslisztezem, és akkor ebbe fogom kereszteni. Szerintetek tökéletes, igaz? Ebbe egy kiló kenyér vígan belefér, úgyhogy hú, hát most igen, kíváncsi vagyok, hogy milyen formájú kenyér lesz ebből, hát annyira izgulok, hogy jó legyen. És akkor majd csinálok, lehet egy kisebbet, de vannak amilyen fémjáim, kisebb kenyérnek az megfelel. Csak a 60-dekásnak nem nagyon, úgyhogy lehet, hogy majd csinálok egy kisebbet, de egy 60-dekás ebbe is belefér. Bár lehet, hogy annak szükebb kellene kicsibe. Hát majd csinálok, ha lesz kedvem. De annyira sokat dolgoztunk vele, hát nem lettem tökéletes, de ó, a célnak nagyon megfelel. Itt mondjuk szép, ugye? Itt mondjuk nem. Hát még lehet egy kicsit korrigálni az arányokon. Na, meg ugye nem is kell összekapcsolni, hanem lehet így egymásra. Egy puha fába így bekapcsolni, és akkor utána hajtani a kapcsot. Mert ugye most itt van alul a kapocs. Hát hővel melegítettem meg kalapát csöpdögettem le, hogy ez így álljon, mert különben ugye először ide akartam tenni, de úgy nem jó, már igen csúcsos volt, úgyhogy azért került ide. Hát a férjem mondta, hát annak több eszem van, látjátok, én meg ide akartam rakni. De hát ez ugye nekem annyira tetszik. Nekem nagyon tetszik. Hát ilyen ügyes vagyok, látjátok. Na, papírból, még megvan a papír minta, úgyhogy szépen megcsináltam. Szerintem jó, a teteje itt nagyobb, ez lesz az alja ugye fönt, itt meg a teteje majd. Hát kíváncsi vagyok, majd meglátjátok ti is. Megmutatok egy kulhajtásszerűséget, ugye azokat általában a kulhajtást, azt egy ilyen téglalap alakú tálba csinálják, de vagy igen, hajtogatják, de hát én így ebbe szoktam látni, hogy ugye ott fejeztem be, látni, és akkor most a másik oldalon kezdem. Először nem tudom felösszedni, mert beletapad ugye az edénybe, meg jön fölfelé az edény, aztán az egyik videóban azt hiszem mondtam, hogy veszek egy olyan tálat,
De szerintem az, amire én gondoltam, meg kell vizeznem a kezemet. Amire én gondoltam, tál, az csak olyan, hogy nem mozog jobbra-balra. Hát ha így emelnem, akkor felemelkedik. Ugye mondtam már, hogy alul. A szorítsátok össze az ujjatokat. Így, mert így fönn ki tudjuk adni. Most azért vizezem annyira a kezemet, mert most meg ugye eléggé kemény lett a tészta. Úgyhogy így tudok bele folyadékot vinni, meg majd lamináláskor jó bővizet az asztalra. Az a lányvázsvászon félére. Hát ami csak ilyen műanyvázsvászon, mert az igazi anyvázsvászonynak ruha az alja. Ezek már nem olyanok. Nem is lehet olyat kapni. Ez kitartott 5 évig, ezek meg 5 hónapig. Bár ez már elég jó bírja. Még van ennyi elég is. Most már ez a második hajtás volt. Hát még egyszer, akkor aminálok, és akkor még egyszer meghajtom. Majd a laminálást is megmutatom, ha tudom. Jó lucskosra levizezem az asztalt. Hát a kezemet meg forró vízzel fogom lemosni, mert olyan hideg van itt a konyhán. 21 fok. Ott kint 22. Jól néz ki, ugye? Kulhajtást egy valamiért nem szeretem, hogy így a közepe így jár. De különben jobban szeretem, mint a szilomhajtást. Megint megütöttem a kezemet, itt meg van kékülve. Kezem, mert nem kellene nyúlnom. Nem tudom olyan nagyon vékonyra kihúzni, mert burgonya sül a háttérbe. Még egyszer meghajtogatom, és akkor már többet nem bántom. Még gombóc majd följön, hát ennek tele kell lenni, de lehet, hogy pupossal lesz, úgyhogy ez mindig más. Persze pontosan 5 óra alatt jött fel a gombóc.
Szép, ugye? Ez egy hólyag volt. Elsöpröm ezeket a, ugye ezt a lisztet róla, mert most már több kenyeremen is észrevettem, pedig nem viszek olyan túl sok lisztet bele újabban, hogy benn marad a csík. Most nézzetek már, ez így is megáll. Most egy kicsit meggyúrom. Csak úgy durrok. Jó, már ennyi elég. Tele van hólyaga. Látjátok? Nagyon szép. Szélét egy kicsit meglisztezem, majd nem felejtem, akkor letakarítom. Fél órát pihentetem, de előfordulhat, hogy lehet több is. Mert mostanában hallottam olyat, hogy lehet 3-4 óra is. Mondjuk én most fél órát. Azt akkor megformázom. Na kérem. Akkor megformázom. Csak azért szedtem már a lisztet, hogy hát ha kevesebb jut. De ahogy jut kevesebb. Úgy. Mindig vigyázzatok a vízzel, mert látjátok én is most, hogy ráfizettem, ilyen finom kenyeret ehetnénk. Nem értem, miért ömlik ennyi liszt? És akkor nem sikerült, mert hú, férjem azt mondta, hát azért ugrottad a vizet, mert azt hitted, hogy a tengerparton vagyunk, aztán hoztad a tengerből a vizet, azt a fejemre burítottad. Mármint az ő fejére. Na. Hát de hogy gondoltam én ezt? Jó kis kelesztő. Kíváncsi leszek, hogyan működik. Még egy kicsit szétnyomom. De jól néz ki. Hú, meg vagyok nagyon elégedve magammal, hogy ilyen ügyes voltam, hogy ilyet csináltam. Szerintetek is előtte kellett volna összecsipertnem. Mielőtt beleteszem, majd még egyszer. Abból szempontból jó ilyen nagy kenyeret sütni, hogy nem kell állandóan kenyeret sütni, egy hétig elég egy ilyen.
Kicsit megisztezem, de most igen félek, mert most már több kenyerem is ilyen fehér csipossan van a lisztben. Én nem viszek olyan sok lisztet, mint eleinte. Jól néz ki. Hát most ez, ha talál lesz, akkor biztos jó lesz, mert akkor már megkelt. Ja, most nem lehet még azért új próbát, mert én kinyomtam belőle mindent meg. Itt például feszessebb, itt puhább. Megy a nájlomba. Most láttam különben az egyik csoportban, ahol benn vagyok, vagyis mind a kettőben, hogy ilyen jó kis kelesztőt láttam, ilyen fonottat. De hát ugye ezt úgy kellene megrendelni. Én nem is attól félek, hogy nem tudom megrendelni, hát meg tudok én ilyeneket csinálni, hanem összetörik úgy közben, vagy mit tudom én, valami ilyesmi inkább. Gondolom, lehet utánvételre is fizetni. Megy a gombóc a vízbe. Na, majd akkor jövök a sütéssel. Már negyed órája feljött a gombóc. Most beállítottam ezt az időzítőt, hogy hány fok. Hány fokra tudom fölmelegíteni? Hát 250-nél ugye ez jelez. Itt 250. Eddig kelt meg. Még én szerintem egy kicsit kelhetne. Még várhatnák vele egy kicsit. Hát annál jobb lesz a kenyér. Itt még nincs szétszakadva. Pedig mondom, negyed órája feljött a gombot. Úgy várok vele még egy 10 percet, negyed órát. 10 percet vártam, hát ez semmit nem változott. Semmit nem változott. Hát akkor most ide kiborítom. Azt nem mutatom, hát ha ledobom a földre, és a kőre. Egész jó. Ne felejtsem a lisztet. Na, akkor most bevágom. Látjátok, mit csinál? És előmelegített sütőbe lesz, sütve. Általában hideg sütővel sütök, ugye? Hoppá, itt nincs liszt. Remélem, jó lesz. Megy a sütőbe. 250 fok, alsó-felső, 20 perc. És leveszem a fedőt. Kíváncsi leszek, mi lesz. Na,
Látjátok, mondtam én, hogy még kellett volna hikálni, itt el van repedve. Bár nagy erényben nem tudok én jó kenyeret sütni. Hát nem tudom. Milyen lesz? Hát, emelkedett jól, de annyira mégse. Ez az erény 13-4 centi is van. Na, megsült, nem lehet olyan rossz. Magasabb lett, mint az a kenyér, amit ezelőtt láttatok. Egy helyen megrepett. Itt ez a gyönyörű kenyér, akkor most megnézem, hogy milyen lett a bélzete. Szép nagy különben, de elég sokat vesztett a súlyából, mert nincs 2 kiló egészen. Itt egy helyen, itt megrepett egy kicsit, hosszába vágom el. Keresztedbe tettem, ugye? Hosszába vágom, mert felemegy a fagyasztóba. Egy kicsit magasabb lett, mint az 1500-i kenyerem, de ekkora kenyeret nem bír felnyomni valahogy. Ez a 250 fok ekkora kenyérnek kevés. Én úgy érzem. Még reggeli előbb vagyunk, úgyhogy most így is szeletelek fel. Lehet, papa, hiába vettem meg ezt a nagy edényt, mert akármelyik kenyeret sütöm, de ennek nem lesz alul levágős az alja. Ekkora kenyeret nem bír fenyomni ez a 250 fok, mert még annyi sincs, ugye? Mert most mértem 250 fok, de egy pillanat alatt visszaesik, ami nem rossz. De nem vagyok vele megelégedve. Én nem tudom, mire fogom akkor használni ezt a nagy sütőt, hogyha nem kenyérsütésre. Hogy hogyan kellene csinálnom akkor? Majd meggondolom. Mert így meg jó, mert ugye akkor nem kell állandóan kenyeret sütnöm. Elég egy héten egyszer. Kemence. Jó, akkor megbeszéltük. Kemencét kell csinálnod. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Azért próbáljátok ki, mert biztos nagyon finom egy kenyér ez. Majd odaírom a videó alá, hogy mennyire ízlett, ha nem felejtem el. Sziasztok!